átszervezés előtt. A tervek szerint számos központi államigazgatási szerv megszűnik jogutódlással vagy jogutódlás nélkül. Bővülő duális rendszer. A Nyíregyházi Egyetemen idén már 4 szakon indítottak gyakorlatorientált képzést. Fejlődő orvostudomány. Az elmúlt 2 évben 20%-kal csökkent a csecsemő halandóság. Számos központi államigazgatási szerv megszűnik jogutódlással vagy jogutódlás nélkül a tervek szerint Magyarországon, tájékoztatott a megyei kormány megbízott. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Kozma Péter elmondta, például a NÉBIH és a Nemzeti Közlekedési Hatóság is szaktárcájuk része lesz, de a másodfokú hatósági ügyintézések a kormányhivatalban történnek majd. A kormány megbízott arról is szólt, milyen válaszokat adtak az ügyfelek az állami bürokrácia csökkentésről szóló kérdésekre. A kormány korábban meghirdette a közigazgatási bürokrácia csökkentésről szóló konzultációját, amelynek eredményeként számos közigazgatási díjat és illetéket eltöröltek. Ma már például nem kell fizetni a személyi okmányokért, ha azokat valaki elvesztette. Most az állami bürokrácia csökkentésről tettek fel kérdéseket az ügyfeleknek azért, hogy a válaszok alapján a megfelelő intézkedéseket megtegyék. A megyei polgárok a kormány megbízott tájékoztatása szerint élen jártak a válaszadásban. A megyénkben összesen állampolgár, illetve vállalkozás 10.320 kérdőívet töltött ki. Ebből a leginkább előforduló tipikus ügykörök azok a következők voltak. Az ingatlan nyilvántartással kapcsolatban mintegy 4500 jelzés érkezett hozzánk, a terlepős rendezéssel kapcsolatos kártalanítási eljárással kapcsolatban 1600, a gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatban mintegy 5000 javaslat érkezett, illetve az anyakönyvi kivonat kiállítása tárgyában 3500. Ezek azok a tipikus ügykörök, amelyben az állampolgárok, vállalkozások véleményt nyilvánítottak. Egy júniusban meghozott kormányhatározat előírta a központi államigazgatási szervek, illetve háttérintézményeik átszervezését. Erről is beszélt tájékoztatóján Kozma Péter. Ennek részeként számos központi szerv megszűnik jogutódlással vagy jogutódlás nélkül. Például a NÉBIH, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal például jogutódlással a Földművelési Minisztérium része lesz, illetve annak másodfokú hatósági ügyintézése a kormányhivatalban fog történni. Vagy ilyen a Nemzeti Közlekedési Hatóság, amely szintúgy jogutódlással a Fejlesztési Minisztérium, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium része lesz. A másodfokú hatósági eljárás itt is a kormányhivatalhoz kerül. Ebből következik, hogy az első fok nagyon sok ügy esetében az a járási hivatal lesz. Itt a járási hivatalok hatásköre, amely eddig első fokon a kormányhivatal főosztályain voltak, azok lekerülnek ugye az első fokra a járáshoz, és a maga a főosztály lesz, a kormányhivatal főosztálya a másodfok. Viszont lesznek olyan ügykörök, olyan hatáskörök, amelyek általános érvénnyel, általános illetékességben a megyejogú város járási hivatala lesz az első fok. A gazdákat érintő legfontosabb változás, hogy a tervek szerint a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal hatásköre 3 részre tagozódik. A kifizetéseket az államkincstár végzi majd, a szakmai irányítás továbbra is megmarad a Földművelésügyi Minisztériumnál, míg a hatósági ellenőrzés és a határozatok meghozatala a kormányhivatalnál történik. A törvényjavaslat vitája hamarosan elkezdődik a parlamentben, a szervezetek várhatóan január 1-től alakulnak át. Fél évenként 3 hónap gyakorlat, szakmai tapasztalat és fizetés.
Ez jár a duális képzésben tanuló felsőoktatási hallgatóknak. A Nyíregyházi Egyetemen idén már 4 szakon indult duális képzés. Ebben a tanévben a gépész, a közlekedésmérnök hallgatók, a mezőgazdasági gépész, valamint a gazdálkodási és menedzsment szakra járók jelentkezhetnek gyakorlatra az egyetemmel leszerződött cégekhez. A határidő szeptember 15-e. Ezek a diákok már duális képzésben kezdték felsőfokú tanulmányaikat idén szeptemberben a Nyíregyházi Egyetemen. A Magyarországon is újnak számító képzési formát 4 szakon indították. Ezek a gépészmérnök, a mezőgazdasági gépész, a közlekedésmérnök, valamint a gazdálkodási és menedzsment. A Nyíregyházi intézménynek jelenleg 40-nél is több partnercége van, ahol gyakornokként dolgozhatnak a hallgatók. Mind a gazdaság, mind a társadalom részéről egy régóta markánsan megfogalmazódott igény az, hogy a felsőoktatási intézmények ne csak a tudomány világába vezessék be a hallgatókat, hanem az elméleti koncepciók mellett a munkaerőpiacra való kilépés előtt a gyakorlatra, a szakmára is megfelelő módon készítsék fel a hallgatókat. És erre az elvárásra válaszként indítottuk el a duális képzésünket, amelynek keretében most 2016. szeptemberétől 14 hallgatónk kezdi meg a tanulmányait a duális képzés keretében a gazdálkodás menedzsment szakon. A 4 szakon először egy 3 hónapos elméleti időszakkal kezdődik az oktatás. Ekkor a tudományos ismereteket sajátítják el a hallgatók, majd a következő 3 hónapot gyakorlattal töltik a választott cégnél, hangzott el a Nyíregyházi Egyetem és a cégek közötti szakmai megbeszélésen. A diákok miután pályáznak gyakorlati helyre, egy elbeszélgetésen vesznek részt, ezután a cég dönt, hogy köt-e velük hallgatói szerződést vagy sem. Ha nem, akkor nem duális képzésben, hanem a hagyományos formában folytatja tovább, vagyis hát kezdi meg a tanulmányait. Nagyon érdekes, mert azok a cégek, akiknek korábban már voltak, meg a mi mérnök szakjainkon ugye korábban is volt duális képzés, elmondják, hogy nagyon jók a duális képzési formák, mert a hallgató pillanatokon belül rájön, hogy valóban ezt választotta-e. Az országos tendenciák azt mutatják, hogy például a agrárszakon nagy a remorzsolódás, nálunk nem ez volt, mert akkor jön rá a hallgató, hogy mondjuk az agrár területen napi 24 órás munkát jelent. A duális képzésen tehát a diákok még az iskola mellett eldönthetik, hogy valóban a számukra megfelelő szakot választották vagy sem, és időben dönthetnek akár a váltásról. 20%-kal csökkent a csecsemő halandóság az elmúlt 2 évben Magyarországon, viszont minden 10. újszülött koraszülött. Ez pedig a túlélés egyik legnagyobb rizikófaktora a csecsemőknél. Ezekről a témákról, valamint a császármetszés társadalmi és szakmai megítéléséről is szó volt a Magyar Perinatológiai Társaság 14. kongresszusán Nyíregyházán. Az ország szinte minden pontjáról érkeztek szülész és gyermekorvosok a Magyar Perinatológiai Társaság 14. kongresszusára, amelynek idén Nyíregyháza adott otthont. A konferencián elhangzott, minden idők legkedvezőbb csecsemő halandósági mutatóját produkálja Magyarország jelenleg, amely főleg a szakmai együttgondolkodásnak köszönhető. Ha azt nézzük, hogy honnan indultunk, hogy 5 évvel, 10 évvel, mennyi volt, óriási a javulás. És volt egy olyan időszak, amikor 5000-ről lement 4000-re, ez 20%-os csökkenés volt. Egyértelműen elsősorban a NICEC-nek, tehát neonatális intenzív központoknak a fejlesztéséből állt abból, hogy új szemlélet alakult a ellátás, és nagyon fontos, megindult egy szülész-neonatológus együttműködés, amiben már a szülészek is úgy állnak a szüléshez, illetve a császármetszéshez oda kerül, hogy a legjobb állapotban születessen a gyerek. A perinatológia, azaz a születés körüli eseményekkel foglalkozó tudomány egyik fontos kérdése, a császármetszés társadalmi és szakmai megítélése is. Az utóbbi években jelentősen emelkedett a császármetszések gyakorisága hazánkban. Ez annak is köszönhető, hogy egyre több a 35 év fölötti kismama, valamint a mesterséges megtermékenyítések száma is emelkedett, amely növeli az ikerterhességet, a szövődményeket, valamint a császármetszéseket, hangzott el a konferencián. A megnövekedett műtét számmal egyben a szövődmények aránya is megnő, részben pedig óriási nagy a társadalmi igény arra, hogy a császármetszéssel foglalkozzunk, mert egyre többen szeretnének császármetszéssel szülni. Egy bizonyos határ fölött ennek megvan a maga háttere, és nyilvánvaló, hogy ezt a szakmának kell kézben tartania. A megváltozott indikációk között számtalan olyan terület van, amivel szintén foglalkozunk. Ide tartozik a megemelkedett anyai életkor. A konferencián elhangzott, hátrányai és előnyei is vannak a császármetszésnek,
ám elmondható, hogy vele jól időzíthető a szülés, és a műtét is rövidebb ideig tarthat, mint egy normál szülésnél. Drogterjesztőket fogtak el a Nyíregyházi vasútállomáson. A nyomozás adatai alapján egy élettársi kapcsolatban élő pár árulta a kábító szert a megyeszékhelyen. A Budapestről vonattal hazaérkező 28 éves nőtől közel 40 g kábítószer gyanús anyagot a gyors teszt eredménye alapján amfetamint foglaltak le. 37 éves élettársát szintén a vasútállomáson fogták el a rendőrök. Több feltételezett vásárlójukat előállították és kihallgatták. A lakóhelyükön tartott házkutatás során pedig egy digitális mérleget és további bizonyítékokat is találtak a rendőrök. Az Európai Kulturális Örökség napja alkalmából idén Nyíregyházán és Tiszadobon is várják az érdeklődőket. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Hetedik alkalommal nyílt meg az őszi tárlata a Nyíregyházi Józsa András Múzeumban. A megyében élő művészek éves seregszemléjére idén az 1956-os forradalom és szabadságharchoz kötődő műveket várták a szervezők. 18 művész 33 alkotásából végül Horváth János festő és Aranyász Zita grafikus pályaműveit díjazták. Győzelemmel kezdte a Gergely Tamás emléktornát a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a nyitó meccsen a budapesti Honvéd csapatát verték 75-66-ra. A nyíregyháziak pénteken 19 órától a Tiszaújváros, szombaton 19 óra 30 perctől pedig a szlovák első osztályban szereplő Kassa ellen lépnek pályára a Continental Arénában. Fotókiállítással és borkostolóval egybekötött rendhagyó tárlatvezetésre várják a látogatókat a Tiszadobi Andrássy kastélyba jövő héten. Az Európai Kulturális Örökség napja alkalmából idén 5. alkalommal rendezik meg az egynapos kerékpáros örökségvédelmi túrát a középkori templomok útján. Az idei túra egyik kiemelt állomása lesz a Helsinkit Athénnal összekötő kerékpáros útvonal mentén elhelyezkedő Andrássy kastély. Tiszadobon ezért a jövő hétvégén különleges programokkal és kiállításokkal várják majd a látogatókat. A megyei fejlesztési ügynökség ezzel párhuzamosan egy 30 méter hosszú kiállítással várja majd az épített kulturális örökségünkre kíváncsi érdeklődőket Nyíregyháza belvárosában. A fejlesztési ügynökség és a fejlesztési ügynökség keretén belül működő Europe Direct tájékoztatási központ egyrészt ki fog vonulni egy standard segítőkész kollégákkal a kulturális örökség napján jövő hétvégén, szeptember 17-én és 18-án itt Nyíregyháza belvárosában, valamint a középkori templomok útja kiállításunkkal egy közel 30 tablóból álló, 30 méter hosszan elnyúló paravánnal szeretnénk vizuális élménnyel is gazdagítani ezt a kivonulást. A középkori templomok útja program idei kerékpáros örökség túrájára kétnapos rendezvényel készülnek Tiszadobon. Rendhagyó tárlatvezetésen vehetnek részt a vendégeink. A kulturális élmény mellé egy kis borral is kedveskedünk, a Himes udvar borát kóstolhatják meg ez alkalomból a tárlatvezetésen résztvevők. Ez a programelem 18-án is folytatódni fog, 18-án szintén a 11 és a 13 órai tárlatvezetés borkóstolással egybekötött lesz, 18-án ingyenesen látogathatják vendégeink a kastélyt. 17-én 15 órától Csutkai Csaba Nyíregyházán élő fotoművésznek a kiállítása nyílik tündőrmező címmel. 18-án 15 órakor pedig Szatmár István műemlékvédelmi szakember tart előadást a kastély felújításáról. Az Andrássy kastély a felújítási munkálatokat követően tavaly decemberben nyílt meg ismét a látogatók előtt. Az idei évben eddig több mint 15 ezeren keresték fel a kastélyt. Hetedik alkalommal nyílt meg az őszi tárlata a Nyíregyházi Józsa András Múzeumban. A megyében élő művészek éves seregszemléjére idén az 1956-os forradalom és szabadságharchoz kötődő műveket várták a szervezők. 18 művész 33 alkotásából végül Horváth János festő és Aranyász Zita grafikus pályaműveit díjazták. Idén már hetedik alkalommal nyitotta meg az őszi tárlatot a Nyíregyházi Józsa András Múzeum. Ebben az évben 18 alkotó, összesen 33 pályaművét láthatja a közönség. Az idei évben annyit változtattunk a pályázati kiírásunkon, hiszen ez egy pályázat is, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharcnak igyekeztünk emléket állítani,
de természetesen nem tekinthetünk el a művészi szabadságtól. Éppen ezért minden egyes alkotást, amit a művészek benyújtottak erre a pályázatra, függetlenül a kiírt tematikától elfogadtunk. A megyében élő és alkotó művészeknek biztosít megjelenési lehetőséget a tárlat, amelyen idén főleg a festészet és a grafika dominált. Mindenképpen jó az, hogyha olyan megjelenési lehetőségeik vannak a művészeknek, főleg ugye az amatőr művészeknek, akik talán kevésbé jutnak ilyen transzparenciához, amelyel valóban meg tudják mutatni a tudásukat, a műveiket, alkotásaikat a nagy közönség számára, és ezért nagyon fontos az, hogy a megye legnagyobb intézménye, a Jós András Múzeum ebben segítséget nyújt, és Nyíregyháza megyei jogvárs és természetesen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat is igyekszik támogatni ezt a sok-sok éven tartó, azt hiszem, hogy nagyon jó kezdeményezést, amelyre méltán lehetünk büszkék. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat Arany Ezdit a grafikus művész pályaművét díjazta, Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata pedig Horváth János festőművész munkáit, az ő elismerését felesége vette át. Nagyon sok dokumentumot néztem át, és igazából abból indultam ki, hogy a komplexitása, hogy maga azt először ugye a forradalom is gondolatokkal, majd szavakkal, majd tettekkel teljesítette ki önmagát, és gyakorlatilag a munkában én is ezt szerettem volna kihangsúlyozni, hogy magán a textilen először szavak jelennek meg, a szavakon belül hímzések, a hímzésekre szőttes kerül, majd az egész egy erős fémvázra, egy lépcsőre lett így felrögzítve. A tárlat a Józsa András Múzeum első emeletén október végéig várja a látogatókat. Győzelemmel kezdte a Gergely Tamás emléktornát a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a nyitó meccsen a budapesti Honvéd csapatát verték 75-66-ra. A nyíregyháziak pénteken 19 órától a Tiszaújváros, szombaton 19 óra 30 perctől pedig a szlovák első osztályban szereplő Kassellel lépnek pályára a Continental Arénában. A nyíregyháziak egy év kihagyás után rendeznek ismét felkészülési tornát, amelyen 4 csapat vesz részt. A klub júliusban elhunyt korábbi centeréről, Gergely Tamástól elnevezett emléktorna első meccsén a hazaiak a szintén NB1B keleti csoportjában szereplő budapesti Honvéd ellen léptek pályára. A két fiatal együttes hullámzó meccset vívott, a kék cápák elléptek ellenfelüktől, de a volt nyíregyházi játékos Puskás Artur által irányított fővárosiak nem akartak leszakadni. A hajrá a hazaiaké volt, akik így 9 pontos sikerrel nyitották a tornát. Az elején jól kezdtünk, és lendületesen utána úgy éreztem a csapatom, hogy kicsit megtorpantunk, vissza is jött a Honvéd és átvette a vezetést. Aztán megint egy olyan szakasz következett, ahol összeszedettebb lett a védekezésünk, ebből koncentráltabban támadtunk, és el is tudtunk menni pár ponttal, tehát visszajöttünk, átvettük a vezetést, és ugye 6 ponttal fordultunk. A második fél időt úgy éreztem, hogy mind a két csapat elég fáradt, de hála Istennek mi koncentráltabbak voltunk, és talán egy kicsit fizikálisan fölényben is voltunk, és így meg tudtuk nyerni a mérkőzést. A szezon közelettével bízom benne, hogy ki tudjuk javítani a hibáinkat, és ettől még sokkal jobb játékot is fogunk tudni mutatni. Siska János edző a csapat védekezésével elégedett volt, a támadó játékon azonban még van mit javítani a szakember szerint. A fiúk egyre jobban érzik azt, hogy én mit szeretnék a pályán látni. Kemény védekezéssel, gyors támadásokkal próbálunk, mivel fiatal csapat vagyunk, ezzel próbáljuk kompenzálni a rutintalanságunkat, úgymond. A nyitónap másik meccsén a Kassa 77-58-ra győzött a Tiszaújváros ellen. Pénteken a nyíregyháziak 19 órától a Tiszaújvárossal játszanak, szombaton pedig 19.30-tól a Kassa ellen léptek pályára a kék cápák. Hétvégén folytatódik a bajnokság a labdarúgó NB2-ben. A tabella 5. helyén álló Kisvárda Masztergód vasárnap Szegeden az újonc Szeol otthonában lép pályára. A vendégeknél már szerepet kaphat az augusztus végén igazolt U20-as világbajnoki bronzérmes Gosztonyi András is. A válogatott Európa-bajnoki selejtezője miatt 2 hetes szünet volt az NB2-ben. A kisvárdai csapat számára nem jött rosszul a pihenő, mert mint Révész Attila szakmai igazgató elmondta, az augusztusi 7 meccs és a sok utazás miatt fáradtak voltak a játékosok, valamint így a sérültek is időt kaptak a regenerálódásra. Ezen a héten már előtérbe került a taktikai elemek gyakorlása, valamint a frissítés. Az átigazolási időszak végén 3 új játékos került Kisvárdára, Hely Viktor és Toma György Ungváról érkezett, az U20-as világbajnoki bronzérmes középpályás Gosztonyi András pedig legutóbb a lengyel Sraszvoszlávnál szerepelt.
Megpróbáltunk posztra igazolni azokra a posztokra, ahol nagyobb terheléstek vannak kitéve a srácok. Középpályán, illetve a védelemben talán a szélen egy bevethető két Ukrajnából származó kárpátaljai magyar srác, a Helyi Viktor és a Toma György, akik a fiatal kategóriába is tartoznak, tehát a 96-os kötelező szabálynak meg tudnak felelni, és tudnak játszani is, nem csak azért, mert 96-osak. A Gosztonyi Andis pedig már egy jó ideje a célkeresztünkben volt, folyamatosan tartottuk vele a kapcsolatot, őneki egy olyan posztot kell majd most kitölteni, illetve segíteni, amely az utóbbi időben nem volt jó megoldva. A tabellán 5. helyen álló Kisvárda vasárnap az újonc jelenleg 16. helyezett Szeol otthonában lép pályára. A szakmai igazgató nehéz mérkőzésre számít a Tisza partján. Roppant szervezetten futballoznak, és a hazai pályájuk nem tökéletes. A szegedi pálya azért nem egy biliárdasztal. Korábban is volt már vele itt probléma. Nekünk ugye az osztályzót ott sikerült hál' Istennek megnyernünk annak idején, de tudjuk, hogy nem a legtökéletesebb ezért, illetve azért, hogy a Szegednek a harcmodora az egy nagyon agresszív, három belső védővel szerepelnek, túlzottan megszállják a kapujak előterét, hasonlóan, mint itt a Békés Csaba, ezért nagyon nehéz őket föltörni, türelemmel kell játszanunk. Én azt gondolom, hogy ennek ellenére nekünk mindenképpen a győzelemre kell majd hajtanunk, meg is fogjuk ezt természetesen tenni. A 8. forduló további párosítása a következő, Dorog Kozár Misleny, Nyíregyháza Spartakusz Urasics Akadémia, Moson-Magyaróvár Balmazújváros, Vác Soroksár, Békés Csaba Sopron, Cigán Puskás Akadémia, Csákvár Szolnok, Siófok Szegléd és Zalaegerszeg Budaörs. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Számos központi államigazgatási szerv megszűnik jogutódlással vagy jogutódlás nélkül a tervek szerint Magyarországon, tájékoztatott a megyei kormány megbízott. Kozma Péter elmondta, például a NÉBIH és a Nemzeti Közlekedési Hatóság is szaktárcájuk része lesz, de a másodfokú hatósági ügyintézések a kormányhivatalban történnek majd. Fél évenként 3 hónap gyakorlat, szakmai tapasztalat és fizetés. Ez jár a duális képzésben tanuló felsőoktatási hallgatóknak. A Nyíregyházi Egyetemen idén már 4 szakon indult duális képzés. Ebben a tanévben a gépész, a közlekedésmérnök hallgatók, a mezőgazdasági gépész, valamint a gazdálkodási és menedzsment szakra járók jelentkezhetnek gyakorlatra az egyetemmel leszerződött cégekhez. 20%-kal csökkent a csecsemő halandósága az elmúlt 2 évben Magyarországon, viszont minden 10. újszülött koraszülött, ez pedig a túlélés egyik legnagyobb rizikófaktora a csecsemőknél. Ezekről a témákról, valamint a császármetszés társadalmi és szakmai megítéléséről is szólt a Magyar Perinatológiai Társaság 14. kongresszusa Nyíregyházán. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, hétvégén pedig heti hír összefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, továbbra is meleg, száraz levegő érkezik fölénk, folytatódik a nyári idő. Éjjel kevés fátyolfelhő várható, csapadék nem lesz, az északi szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés várható, csapadék nem lesz, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 30 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A nyáriasan meleg idő még napokig kitart, a hétvégén és a jövő hét elején helyenként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, ekkor elvétve előfordulhat zápor, eső, zivatar, de az ország nagy részén nem valószínű csapadék. A folytatásban is sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők, illetve kevés fátyol felhő jelenik meg az égen, futó zápor csak elvétve lehet. A csúcshőmérséklet a jövő hét közepéig 30 fok körül alakul.